Köszöntöm a nézőket! Jelenleg is számos beruházás, fejlesztés zajlik itt Székesfehérváron, ezek közül néhányat ismerhetnek meg a következő percekben, számítunk figyelmükre! Múzeumfelújítás, kórház modernizáció, oktatás fejlesztési program csak néhány Székesfehérvár azon beruházásai közül, amelyek folyamatban vannak, ugyanis a város dinamikusan fejlődik az itt élők, illetve az ide látogatók örömére. Íme a Szent István Király Múzeum rendház épülete, ahol hamarosan már 21. századi múzeumi tér fogadja a látogatókat, a kormány 5,5 milliárd forintos támogatásának köszönhetően. Nagyon nagy öröm ez számunkra, hiszen a régió egyik legfontosabb kulturális intézményében vagyunk, a Szent István Király Múzeumban, aminek önmagában is egy csodálatos gyűjteménye van, és egy nagyon-nagyon szép volt rendházként működő, ma pedig múzeumi célokat szolgáló műemléki épület felújításáról van szó a Sétáló utcánk kellős közepén. Ez fontos műemlékvédelem, értékmegőrzés, de egy jövőre szóló beruházás is, hiszen minden olyan adottsággal rendelkezni fog ez a múzeum épület, ami szükséges ahhoz, hogy nagy és értékes gyűjteményeket tudjunk fogadni. Több mint 5 milliárd forint kormányzati támogatásból valósul meg ez a fejlesztés, és bízom benne, hogy néhány hét múlva elkészül, és tavasszal pedig egy gyönyörű kiállítással adhatjuk át a közönség számára. Közösségi térként is jól funkcionál, hiszen korábban itt a belső udvaron már lehetett látni koncerteket, különböző programokat. Ez a része is megmarad ennek az intézménynek. Igen, sőt ki is bővül egy jó új közösségi térrel az épületen belül, ami az udvarral összekötve azt hiszem, hogy tényleg nagyon jó adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy közösségi programokat tudjunk szervezni, rendezni. A múzeumunk ebben is aktív, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy jól ki fogja tölteni ezt a teret. A régi rendház épületben szinte már minden készen van, a gazdasági udvart beépítik, ahol egy látványos, modern épület készül. Azt hiszem, hogy minden székesfehérvári örül ennek a beruházásnak, még ha okozott is nehézségeket a Fő utca és az Oskol utca közlekedésében a felújítás. És személy szerint én is, hiszen a gimnázium befejezése után egy évig a múzeumban dolgoztam. Ez a rendház akkor még nem volt a Szent István Király Múzeumé, de akkor született a döntés, és az akkori állapotában még bejártuk ezt az épületet, mielőtt a múzeum átvette, és ez személy szerint is nekem is egy óriási öröm, hogy ezt most meg tudtuk újítani, ezt az épületet, a volt ciszternrendházat. Ki tudjuk bővíteni egy olyan fogadó térrel, látogató központtal, ami fantasztikusan modern, csupa üveg és acél, és a kettő valami nagyon izgalmas harmóniában illeszkedik, és így úgy tudjuk fogadni a látogatót, és úgy tudják a kiállítást megtekinteni, hogy az valóban fantasztikus élmény legyen számukra. Mondhatjuk azt, hogy a régi és az új találkozik? Igen, találkozik a régi és az új. Én azt hiszem, hogy nem ördögtől való a régit és az újat egymás mellé tenni, összepárosítani, akár egy lakásberendezés, akár itt a városban, amikor épületeket kell egymás mellé építenünk, és van egy több száz éves műemlék épületünk, és szükséges bővíteni, nem ugyanazt kell megépíteni, amit több száz évvel ezelőtt építettek, hiszen azt akkor jól megépítették, olyat kell építeni, ami illeszkedik hozzá, és a mai követelményeknek megfelel. Látványos és egyedi megoldások fogadják majd a vendégeket a Szent István Király Múzeum megújuló főutcai épületében, ahol különleges kiállításon mutatják be az árpádházi uralkodók történetét. Ez a múzeum életében mondhatni az egyik legnagyobb kiállítás, ami valaha történt. Több mint 800 tárgy fog ide érkezni, az Árpádház korral kapcsolatban természetesen. 24 külföldi intézménnyel tartjuk a kapcsolatot, akik kölcsönözni fognak, illetve hát a Magyarország különböző területeiről is érkeznek ide leletek, tárgyak. Gyakorlatilag elmondható róla, hogy ez ilyen mennyiségben és színvonalon még ez a 800 tárgy nem volt így kiállítva, amely az Árpádház történetét bemutatná. A Magyarságkutató Intézet részéről Makoldi Miklós a kiállítás főkurátora, illetve még természetesen a Magyar Nemzeti Múzeum és a Szent István Király Múzeum vesz részt ezen tárlat kialakításában. Három intézmény együttműködésben fog megvalósulni ez a tárlat.
Gyakorlatilag a mai napig most is zajlanak a kölcsönzések, ezért konkrét tárgyakat most nem is emelnék ki, mert ugye folyamatban vannak a szerződések. Reményénk szerint ezek ugye január első felében már aláíródnak, lezáródnak, és akkor gyakorlatilag február végén, március elején már jöhetnek is a tárgyak, és akkor ugye március közepén megnyílhat ez a nagyszabású kiállítás, mely méltó módon fog a rendház, a megújult rendház épület kezdő kiállításaként megvalósulni. Azt is mondhatjuk, olyan feltételek kerültek kialakításra, aminek köszönhetően bármikor ilyen nagyszabású kiállításnak otthon tudnak adni. Elég csak, hogyha a vitrinekre gondolok, de hát nyilván az összes alap így lett kialakítva itt a rendház épületében már. Így van. De gyakorlatilag igen, a vitrinek is nagyon fontos szempontot játszanak, de gyakorlatilag a gépészet az, ami megadja azt a lehetőséget, hogy tudjuk szabályozni a párát, klímát, minden olyan körülményt megteremteni, ami egy adott műtárgyhoz szükséges. Én azt szoktam mondani, hogy gyakorlatilag bármit ki tudunk majd állítani, ami befér ebbe az épületbe, vagy az épület falai közé. A múzeum szomszédságában is nagy munka folyik, bővítik a Ciszterci Szent István gimnázium épületét. A nagyszabású beruházáshoz a kormány két lépésben 4,3 milliárd forintot biztosított, így sportcsarnok, díszterem, ebédlő és modern tantermek is épülnek. Az első ütemben kb. 2500 négyzetméter kerül, részben megújításra, részben hozzáépítésre, és utána meg körülbelül 1000 négyzetméter az, ami a tantermekkel és a folyosókkal bővül meg a tanárival a második, harmadik ütem keretében. El kell mondani erről az épületről, hogy nagyon rég múltra tekint vissza, és eléggé leromlott állapot, és elég sonyorú körülmények között dolgoztak itt a kollégák, és ezért, amikor lehetőség volt, akkor az apátság látta az alkalmat és kapott is rajta, hogy szerencsére sikerült pályázni pénzzel, és megkaptuk a támogatást, és a támogatásból megvalósulhat ez a bővítés, ugyanis itt a teljes tornatermi kapacitás felszámolásra került az ebédlő, a díszterem, és ezek helyére kerül egy teljesen új, modern és a 21. századnak megfelelő tornaterem. Tornacsarnokkal bővül a gimnázium, egy új ebédlőt kap, egy új konyhát, egy teljesen új dísztermet, és kap még hozzá egy új tanárit és osztálytermeket. Az osztálytermeket már a 21. századinak megfelelően készítik, vagy tervezték, és úgy is fog elkészülni. Középen lesz egy digitális tábla, és akkor a digitális táblára természetesen még ráhajtható lesz a hagyományos tábla, akkor nagyon sok üvegfelület lesz, a bevilágítók lesznek a tornacsarnokban, lesznek a folyosókon, amik a tanterem és a folyosók között vannak, tehát természetes fény lesz minden irányból a tantermekbe, ezen kívül a díszudvar is megújul, valamint a tornacsarnokon kívüli külső sportterület. Sok új fa fog kerülni, és a tetőre meg zöldtető készül, úgyhogy környezettudatos és maga az egész beruházás. Tehát bár beépítünk több területet, de a zöld terület az mégis növekedni fog az egész beruházás során. Hála Istennek, azt kell mondani, az elmúlt 10 év során rengeteg köznevelési, közoktatási intézmény megújult, illetve épül. Legyenek ezek egyébként óvodák, általános és középiskolák, de hozzáteszem más területeken is, mondjuk bölcsödék vagy egyetemi építkezések is fantasztikus mértékben zajlanak. És ezen belül az egyházak nagyon nagy területet vállaltak át az elmúlt 30 évben. Most már közel 230 ezer gyermek jár, vagy fiatal jár egyházi köznevelési intézményben, óvodától egészen a középiskola végéig, és nyilván ezeket az intézményeket ugyanúgy meg kell újítani, ugyanúgy korszerűsíteni kell, vagy más esetben pedig bővíteni. És én hiszem azt, hogy ezek a bővítések, amelyek az egyházi iskolákat is érintik, nagyszerűen valósulnak meg, illetve szolgálják azt a közösséget, akiket tanítanak, nevelnek ezekben az iskolákban. Most itt Székesfehérváron is, de akár Budapesten is a ciszterci rend
hatalmas nagy hagyománnyal rendelkező rend, akik 30 évvel ezelőtt újra kezdhették a tevékenységüket Magyarországon, olyan beruházásokba fogtak, amelyek meg fogják határozni ennek a 21. századnak az egész épületeit, illetve a tanításnak a lehetőségét, hiszen a régi évszázados épületekhez most egy modern szárny, új termekkel, új tornatermekkel, közösségi terekkel bővül, és hát nyilván szolgálni fogja az itt élő székesfehérvári környékbeli fiataloknak a tanulását, és segíteni fogja azoknak a tanároknak is, pedagógusoknak is a munkáját, akik megérdemlik ezt a figyelmet és ezt a közösségi segítést. És mindez persze nem valósulhatna meg, és én ezt nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni mindig, hogy ha nem lennének jó szakemberek, ha nem lennének mérnökök, ha nem lennének olyan munkások, szakmunkások vagy segédmunkások, akik mindezt kivitelezik. És ma is itt azért néhány fokban vagyunk, de fönn dolgoznak a tetőn. És amikor szakadni fog a hó, akkor is dolgoznak. És amikor 40 fok van a napon, akkor is dolgoznak. Tehát az ő kétkezű munkájuknak, fáradtságos munkájuknak köszönhetően szépülnek és újulnak meg ezek az épületek, és persze ezzel mondjuk azt is meg tudjuk valósítani, hogy nem segélyt kell osztani sokaknak, hanem munkán keresztül tudják a családjukat fenntartani, de köszönet érte ezért a munkáját. Sok milliárd forint támogatást adott a kormány ehhez a beruházáshoz, ami ugye aztán két ütemben valósulhat meg. Sokáig úgy tűnt, hogy csak az első ütem valósul meg, de aztán a kormány segítséget nyújtott. Igen, egy nagyszerű döntés született, hiszen Székesfehérvár kapott egy kampuszfejlesztési támogatást. De abban változott mind a város vezetésének, mind az oktatási terület vezetésének a közös álláspontja, hogy ezt a támogatást akár a Ciszterci gimnáziumnak a második ütemi fejlesztésére, ez leginkább tantermeknek a fejlesztésére egy szolgálja, másik oldalról pedig székesfehérvári iskoláknak a felújítására, hogy ugyanígy bővítésére fordítaná. És itt most jelen esetben a Ciszterci gimnázium közel 1,7 milliárd forintos támogatást vagy bővítésre való plusz támogatást kapott, aminek során tulajdonképpen az építkezést nem kell abba hagyni, hanem egyszerre a torna termek, az étkező, a közösségi terem építése mellett a 8 tantermes bővítés is meg tud valósulni, ami egy egyszerű döntés volt, és mindenképp a kivitelezés szempontjából is jó. Nem kell még egyszer nekiugrani itt az építkezésnek, és hát harmadsorban pedig meg is fog valósulni, ami a legnagyobb öröm és a legfontosabb. 2013-ban kezdték el a tervezést az apátság előző apátja, Dékány Szixtus, és az iskola akkori vezetése. És hát ezek a tervek arra irányultak, hogy valóban a mindennapos testnevelésnek megfelelő tornaterem jöjjön létre, egy megfelelő étkező, illetve hát a tanterem hiány már akkor is mutatkozott. Ugye a tervezés második részében ezek a tantermeknek is a tervei elkészültek. 2017-ben látszott, hogy ebből valóság lehet, amikor a magyar kormány támogatta ezt a fejlesztési kérést, és valóban egy bonyolultabb, hosszabb folyamat után csak 2018-ban jutottunk el odáig, hogy az építkezéshez majd kivitelezőt találjunk, hiszen 2013-ban, amikor ezt az egészet megterveztük, tornacsarnokostól, tantermestől, akkor más építőipari árak voltak, és akkor úgy tűnt, hogy belátható összegbe az egész belefér, ezért ketté kellett bontanunk, ezért késlekedett egy kicsit a kivitelezés, és így az első fázisban a tornacsarnok az, ami, illetve hát ezek a terek, amik a kivitelezésbe belekerültek, és a megnövekedett építőipari árak miatt kellett a második ütemet egy kicsit elhalasztanunk, amire most, ahogyan szó volt róla, kaptuk meg 2021-ben, az 1,67 milliárd forintos támogatást. És hát a kivitelezés az pedig körülbelül egy éve kezdődött, vagy majdnem egy éve, és ahhoz képest nagyon jó ütemben halad a kivitelező. Külön öröm, hogy megújul a körülöttünk az egész iskola, de azért is öröm, mert évről évre halad előre az iskola, az iskolai ranglétán, az országos mérések szerint, és hogy a javuló pedagógiai teljesítmény mellé külső térben is javuló külső lehetőségeink lesznek,
Úgyhogy azt hiszem, hogy ezek az erőfeszítések együtt meghozzák azt az eredményt, hogy valóban egy minőségi az egész környéknek, hiszen nagyon sok bejáró diák van, nem csak Fehérvárról jönnek helyi lakosok itt tanulni, kiváló oktatást tudjunk nyújtani. Amikor a Zirci apátság ezt az iskolát a 20. század első felébe építette, más létszámra lett építve. Tehát, hogy körülbelül akkor egy olyan 400 fős iskola volt, és most már a duplájánál vagyunk, és valóban egyre fejlődik az iskola, egyre többen választják, egyre javulnak az eredmények, ezek úgy mind összeadódnak valóban, hogy egy szép iskola, jó iskola jöjjön létre. A komplex felújítási program azonban nem csak ezt az iskolát, hanem más oktatási intézményeket is érint a városban. Erre a célra összesen 40 milliárd forint érkezik Székesfehérvárra. A kormány néhány hete hozta meg a döntést, és a magyar közlönyben meg is jelent, hogy mintegy 20 milliárd forintot fogunk az elkövetkezendő években komplex iskola fejlesztésre fordítani itt városunkban. A mögöttünk látható Kodály felújítás már elkezdődött tavaly, ezt egészítette ki ez a döntés, és így a Kodály teljes egészében megújul, de megújul a Vasvári Pál gimnázium, a Kodolányi, a Tóparti gimnázium. Elkezdjük a Teleki felújítását és megújítását a tervezéssel, és nagyon-nagyon sok általános iskola is része ennek a programnak, melynek során azt gondolom, hogy teljes mértékben megújulnak iskoláink. Székesfehérvár mindig is egy iskolaváros volt, ezt a hagyományt szeretnénk folytatni, és szeretnénk, hogy gyermekeink modern 24. századi iskolákba járjanak. Egy komplex iskola felújítási program zajlik Székesfehérváron. Az elmúlt években, illetve az elkövetkező időszakban is rengeteg, sok-sok milliárd forint érkezik az oktatási intézmények felújítására. Nagy öröm ez a városnak, hiszen egy iskolaváros Székesfehérvár, ezek a felújítások a fehérváriaknak is jók, és azoknak a fiataloknak, diákoknak, akik a környező településekről, az agglomerációból, a régióból érkeznek nap mint nap Fehérvárra. Sok ezer diákot érint a városban, óvodába járókat, iskolákba járókat egyaránt, és hát kb. 40 milliárd forint az a forrás, amiből a következő években különböző programok keretei között, de megújulnak a város oktatási intézményei. Fontos az infrastruktúra tekintetében, ahogy most itt például a Kodály általános iskolánál, középiskolánál ezt láthatjuk, de a belső eszközpark tekintetében, illetve az energiakorszerűsítés vonatkozásával is nagyot fogunk előrelépni. Vannak beruházások, amik már szinte teljesen befejeződtek, vannak, amelyek folyamatban vannak, és vannak, amelyek kivitelezés tekintetében a következő években fognak megvalósulni. Terveink, engedélyeink vannak, és sok helyen pedig már, ahogy lehet is látni, a kivitelezés munkák is zajlanak. Ez már a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház, ahol a Modern Városok program részeként 11,5 milliárd forintból folytatódik a korszerűsítés. Az új tömb jövő év végére készülhet el, a 6000 négyzetméteres, háromszintes épületben három osztály kap helyet, mégpedig a legmodernebb körülmények között. Itt lesz a pulmonológia, az onkológia és az infektológia. A Modern Városok program keretében részben már a parkolókat befejeztük, arról korábbi híradás volt, mind a nagy parkoló itt a kórház előtt, mind a másik parkoló mögötte, és az igazán nagy, az a háromszintes új épület, ahova három osztályunk fog költözni, a pulmonológia, onkológia és az infektológia. Az az igazság, hogy most a beruházókkal, a kivitelezőkkel, a kórház technológussal, az osztályok vezetőivel, a menedzsment leültünk két alkalommal is, egyeztettünk, minden a helyére került, nővérpulttól kezdve a kórtermek elosztása, a szárazruha raktár, ami nagyon fontos dolgok, mert egy nővérnek ne kelljen például naponta az ágyazásnál több kilométert megtenni. Ezek nagyon fontos dolgok, helyre került, a közműkiváltás helyre került, a lebontás, a meglévő épület bontásának a terve gyakorlatilag a végfázisba került, és február végén kezdődik.
ami egy nagyon komoly odafigyelést igényel, ugyanis a kórháznak működnie kell közben, miközben itt a nagy építkezések folynak. Nyilván is ki tudja még mit hoz addigra a járványhelyzet, gondolom. Én nagyon remélem, hogy a járvány kegyes lesz hozzánk. Most, mintha egy kis megtorpanás lenne, én remélem, hogy ez egy fordulópont, és februárban már talán, mint történelemről beszélünk, de semmi garancia erre. Ugye a három fontos területet említettük, hogy ott újul meg a kórház, de gyakorlatilag azért e közben is történtek már itt fejlesztések, hogy említette a parkoló és a egyéb ilyen jellegű dolgok. Így van. Még egy fontos dolgot említenék, a légtechnika. Államtitkár úr, képviselő úr segítségével el tudtuk érni azt, hogy egy 1 milliárdos plusz támogatás érkezik a H-épület, a diagnosztika és a sürgősségi betegellátó rész légtechnikának a felújítására, ami szintén nagyon fontos, mert nagyon sok panaszt hallottunk arra azzal kapcsolatban, hogy a sürgősségi osztályának a forgalma egészen fantasztikus, főleg most a Covid alatt is, hogy nyáron nagyon meleg van. A telet még tudjuk uralni, fűteni tudunk, de a nyári 40 fokos melegben voltak problémák, úgyhogy ez is megújul. Februárban indulnak, mennyi ideig fog majd tartani a beruházás várhatóan? Terv szerint 2 év, de hát itt még semmi nem teljesült pontosan a terv szerint, de ígérik. Én minden megbeszélésen rákérdeztem, és ígérik a 2 évet. Úgyhogy lehet, hogy ez lesz az első, ami határidőre teljesül. Februárban indulhat a kórházban az a felújítás, ami már gyakorlatilag hosszú ideje váratott magára a Modern Városok program keretében. Talán egy kicsit érdemes visszalépni az időbe. 2010 előtt a Szent György Kórházom, egyébként a vidék legnagyobb kórháza és egészségügyi intézménye, az sajnos és azóta is érthetetlen módon kimaradt az akkori nagy kórházfejlesztésekből. És azért 2010 után azt ígértük a fehérváriaknak, hogy mind a két hiányzó ütemet meg fogjuk valósítani. Ebből az egyik már elkészült, 2014-ben átadásra került, a másiknak pedig szerencsére most kezdődhet el a bontási előkészítési munkát követően már a maga az építkezése. Ez egy 3 szintes, 6000 négyzetméteres új épület lesz, és ezzel azt tudjuk elérni, hogy minden kórházi részleg az gyakorlatilag úgymond tömbösítve lesz az intézményen belül. Ez nagyon-nagyon fontos fejlesztés, és kiemelt fejlesztés a fehérváriaknak, de kiemelt fejlesztés az egész régiónak, hiszen itt a régió legfontosabb egészségügyi intézményéről beszélünk. A kórház fejlesztése során a 112 ágyas új belgyógyászati tömb kialakítása a legfontosabb és legnagyobb volumenű projekt, azonban egyéb korszerűsítések is történtek a közelmúltban. A meglévő épületekben megújulnak a légtechnikai berendezések, illetve új parkolókat is építettek. Sokat dolgoztunk közösen együtt azért, hogy megvalósuljon ez a fejlesztés. Sokszor nagyon nehéz megfogalmazni, hogy és nem is nagyon látszik, hogy az országgyűlési képviselő, amikor nincs a városban, Budapesten mit dolgozik, és mi a munkájának az eredménye itt Fehérváron, de örülünk, hogy ez a beruházás megvalósul, és megvalósul a 3 régi épületben a légtechnika megújítása. Aki járt a kórházban, akár betegként, akár látogatóként, tudja, hogy nyáron nagyon meleg van, télen pedig fontos a fűtés, tehát a fűtés és a hűtés ezzel meg fog oldódni, és sokkal kényelmesebb lesz a kórház, elviselhetőbbek a körülmények, senki nem szeret betegen a kórházban feküdni, igyekszünk azt a néhány napot elviselhetőbbé tenni ezzel is. Mekkora volt ez a forrás? Ez 1 milliárd forint, és összességében azt hiszem, hogyha minden megvalósul, az új tömb, a folyosó, az összekötő folyosó felújítása, a légtechnika megújítása, elkészültek a parkolók, akkor azt gondolom, hogy egy valóban 21. századi modern kórház áll a fehérváriak rendelkezésére. Az új épületben 1-2 ágyas kórtermeket alakítanak ki önálló vizes blokkkal, a hatékony és biztonságos betegellátás érdekében pedig közvetlen kapcsolat lesz a sürgősségi fogadóhelyjel és a diagnosztikával, hiszen gyakran minden másodperc számít.
Eddig 22 ezer köbméter humuszt szállítottak el arról a területről, ahol az Alba Aréna épül. A beruházást 2013 óta tervezték, a kivitelezése egy hónappal ezelőtt kezdődött meg. Varga Tamás országgyűlési képviselő elmondta, a fehérváriak megérdemlik, hogy megépüljön a multifunkcionális csarnok, amely otthona lesz a sportnak, a jégkorongnak és a kultúrának egyaránt. Most már mögöttünk látható a munkagödör, sok tízezer köbméter föld mozdul majd meg, mire felépül az Alba Aréna. Azt hiszem, ez egy nagyon nagy jelentőségű beruházás a városunk életében. Székesfehérváriak megérdemlik, hogy felépüljön ez a csarnok, ami otthona lesz a sportnak, természetesen a jégkorongnak, otthona lesz a kultúrának, a konferenciáknak, és vendégül láthatunk sok-sok ezer embert ebben a csarnokban. Én azt gondolom, hogy aki ezt a beruházást bármi okból támadja, a székesfehérvári sportot, a jéghokit, a jéghoki szerelmeseit és a székesfehérváriakat támadja, hiszen nem csak egy csarnok épül, nem csak egy hoki és rendezvénycsarnok épül, hanem egy új városrész jön létre itt a Budai út mellett. Egyrészt az alvaipari zóna, ami eddig csak Seregi és út irányba volt elhagyható, most elhagyható lesz a Rozmaring utcán keresztül a Budai út irányába is, és megépül a stadion, és megépül a környezete útkapcsolatokkal, a Budapest-Balaton kerékpárúttal, velünk szemben a Csúcsoshegy, ahol már készül az Aranymulla emlékmű 800. évfordulóra. Azt hiszem, egy új, fantasztikus városrész jön létre itt Székesfehérváron. Az épület a földszinttől mérve 12 méter, valójában 20 méter magas lesz, hiszen a bejárati szintről lefelé kap helyet a lelátó és a küzdőtér. A minimum 6000, maximum 8000 fő befogadására alkalmas építmény fő sportja a jégkorong, a pályát csak akkor fedik le, ha másik sportág meccséhez, kulturális rendezvényhez van szükség rá. Nagy öröm egyébként, hogy az egész fehérvári közösségnek megépül ez a csarnok, de nyilvánvalóan tudjuk, várjuk és érezzük is a felelősségét, hogy a legfőbb használói, az első számú lakói mi leszünk. Régóta várunk erre, ahogy itt korábban is elmondtam, nagyon sokat kellett várni, de ahogy itt magam mögé nézek és látom, hogy végre elindultak az alapok kiásása, valami fantasztikus érzés. A Raktár utcai csarnok, ahogy polgármester úr is korábban már jelezte, nyilvános fórumokon is sokáig ebben az állapotában nem fenntartható, nem lesz fenntartható mérkőzések lebonyolítására, mindenképp kellett egy új otthon, ennél impozánsabb otthon a fehérvári hókinak nem is képzelhető el. Én remélem, hogy meg fogjuk tudni tölteni sikerrel, és a szurkolókkal együtt, persze nézőkkel is, hiszen az a feladat viszont a klubra hárul, hogy ezt a csarnokot teltházassá tudjuk varázsolni. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, olyan körülményeket fogunk kapni, hogy nincs is más dolgunk, mint hogy a mi magunk részéről teljesítsük azt a feladatot, hogy abban egy sikeres csapatot tudjunk prezentálni. Az alapnak helyet adó munkagödör 2022. június végére készül el, annak az évnek a végére pedig a vászszerkezet is. A jéglencsét formázó épület 2023 év végére épül meg. Kedves nézőink, az elmúlt percekben a Székesfehérváron jelenleg is zajló beruházásokról, fejlesztésekről kaphattak egy átfogóbb képet. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!